Oké, annyiszor elhangzott már az, hogy ez a mindset. És akkor amikor először leírtuk ezt a szót, azon gondolkodtam, hogy basszus, bocsánat, hogy ez annyira taszító, hogy nem lehet tudni, hogy ez most micsoda. Úgyhogy ki fogjuk ezt bogozni napközben, most csak három dologra szeretnélek fókuszáltatni titeket, ami ebből a szempontból fontos, azaz a hibázás, hogy mit rontunk el, hogy merjük-e bevállalni, az erőfeszítés, hogy mennyi energiát teszünk a dologba, megállunk-e 98%-nál vagy nem, és hogy dicsérünk. Mit mondunk, dicsérünk-e egyáltalán, vagy hogy adunk visszajelzést másoknak. Úgyhogy egy kicsit arra akarunk most titeket kérni, hogy ezzel az utolsóval, ezzel a dicsérettel foglalkozzatok ti most egy kicsit. Mindenki kapott egy ilyen kék, hosszú kis cetlit. Megvan nektek? Vegyétek elő ezt most, és arra kérlek titeket, hogy ha egy cetlitek van, akkor egy cetlire, ha több, akkor több cetlire, de hogy írjátok fel erre a cetlire, ezekre a cetlikre, hogy dicsértetek legutóbb. Ma reggel, tegnap előtt, 3 héttel ezelőtt, ki mikor dicsért utoljára, bárki mást. Lehet kollégád, lehet gyereked, lehet a társad, lehet partnered, szóval bárki lehet, akit megdicsért. Azért beszélek, hogy nektek legyen időtök arra, hogy felidézzétek azt, amikor legutóbb dicséretet adtatok valakinek. Szóval fel kellene írni most ezt a dicséretet. Azaz, hogy mit mondtatok akkor, amikor dicsértetek másokat. Vagy amikor visszajelzést adtatok, azaz valószínűleg nem dicsértetek, hanem nem voltatok elégedettek azzal, amit az illető csinált, vagy valami ilyesmi. Jó? Szóval légy szíves, írjátok fel most ezt erre a cetlire, és közben arra kérem a kollégáimat, önkéntes társaimat, hogy hozzanak ide két oldalra, a sorok szélére, két darab nagy vödröt, vagy szemetes kosarat, kinek hogy tetszik majd. Ezek a kosarak mindjárt érkeznek. És ha megvagytok a cetlivel, akkor akik a sor közepén ülnek, arra kérlek titeket, hogy kezdjétek el a sor szélére kiadni ezeket a cetliket, és mindjárt össze fogjuk gyűjteni. És valahogy ismétlem, hogy ők is hallják, hogy akkor kérjük azt a két kosarat, amit reggel ide bekészítettünk, a sorok szélére, és ide kellene hozni előre, és innen előről pedig elindulni hátrafelé, és összeszedni a sorok szélén a cetliket. Oké. Érkeznek hátulról az önkéntes társaink, kék pólóban vannak az önkéntes társaink. Lassan íródnak a cetlik. Megvan? Ott is megvan, szuper. És már ki is adtátok körbe, vagy a sor szélére, szuper. Ezzel lesz még ma dolgunk. Nyilván azért írjuk fel. Nem kell rá nevet írni, szóval... Nem fogjuk beazonosítani, hogy ki írta a cetlit, jó? Csak tegyétek, írjátok le. És ha lehet, akkor őszintén, ezt mindenki magának csinálja, és nyilván arról szól ez a nap, hogy nektek adjunk segítséget, kapaszkodót, támogatást a fejlődéshez. És ha megvagytok ezekkel a cetlikkel, akkor ezt most így köszönjük is szépen. Még egy feladat lenne, hogy amit felírtatok, azt egy picit beszélgessétek meg a társaitokkal. Vannak kicsit üres helyek, de azért arra kérlek benneteket, hogy választhatok magatok mellett egy szimpatikus embert. Lehettek ketten, lehettek hárman, és mondjátok el egymásnak, hogy milyen dicséretet adtatok, kinek adtátok ezt, és hogy ez a másikra hogyan hatott. Vagy utoljára milyen visszajelzést, és ez hogy hatott. Erre egy percetek van most.
Még 15 másodpercetek van a beszélgetésre. Köszönjük szépen. Arra kérlek, hogy lassan így fejezzétek be, vagy kerekítsétek le a mondatokat. És amint látjátok, itt a kosárban vannak, itt is, ott is cetlik. Az az igazság, hogy ér majd napközben is beledobálni ebbe a kosárba még cetliket, hogyha jut eszetekbe olyan visszajelzés, amit ti fontosnak tartotok, vagy fontosnak éreztek. De egy biztos, hogy ezzel még dolgozni fogunk. De hogy miért fontos az, hogy mi merjünk változni, és merjük megváltoztatni saját magunkat? Ehhez azt hiszem, hogy talán az rövid válasz az az, hogy olyan változó világban élünk, amiben enélkül nem tudunk boldogulni. Úgyhogy erre nekünk szükségünk van. Hogy mi ez a változó világ, arról egy fiatal ember, Küllői Péter nem sokára mesél majd, de két dolgot szeretnék vele kapcsolatban elmondani. Hogy jobban lássátok őt, hogy ki ő, azt hiszem lehet úgy felkonferálni, mint a Bátor Tábor egyik alapítója, lehet úgy felkonferálni őt, hogy a TÉT modern orosz és közép-európai kuratóriumának a társelnöke, lehet úgy is őt felkonferálni, hogy ex-bankár, és lehet úgy is, hogy olyan ex-bankár, aki 30 éves korában eldöntötte, hogy ő 40 éves koráig dolgozik a for-profit szférában, és 40 éves korában nyugdíjba megy, azaz, hogy szeretne visszaadni a társadalomnak. És ezt meg is csinálta. Úgyhogy 39 és fél évesen szólt a felettesének, hogy én bizony el fogok menni. Valószínűleg nem nagyon hittek neki, de ezt megcsinálta. És azóta visszaad a társadalomnak. A másik dolog, ami talán vele kapcsolatban fontos, és lehet, hogy az indítatásában is szerepe van, hogy ki az ő édesanyja. Az édesanyja 1944 tavaszán 16 éves fiatal lány volt, és kapott egy megbízást arra, hogy fordítson le egy levelet, amit az a két rab, vagy szökött ember írt, szökött szlovák ember, akik Auschwitzból ketten összesen ennyien tudtak onnan megszökni, de megszöktek és leírták azt, hogy mi zajlik a haláltáborokban. Nos, a Péter édesanyja volt az a szerencsés lány, aki megkapta azt a feladatot, hogy fordítsa le ezt a levelet, hogy ezen keresztül a világba el tudják juttatni azt, hogy ott mi zajlik. Fogadjátok Küllői Pétert! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a szép szavakat. 26 éves voltam a mám, de egyébként minden stimmelt. A változó világ, ez a 21. századnak a jellemzője, és én 1960-ban születtem, de valahogy úgy alakult az életem, hogy folyamatos változás benne volt. És ezek a bátortábor, vagy TÉT, vagy a sikeres üzleti karrier, ezek ilyen látványos dolgok, de kicsit alámegyünk, akkor van egy pár dolog, ami szerintem fontos ebből az életből. Az egyik az, amit már Györgyi mondott, amit az édesanyám is csinált, meg az édesapámtól is láttam, szóval az adókapoknak az egyensúly. Én azt tanultam meg, és azt hoztam, hogy nincs olyan reláció, amiben a kapu ágon le lehet élni az életet. Sem egy barátságban, sem egy házasságban, egy kapcsolatban, sem egy szülő-gyerek viszonyban, sem egy munkavállaló-munkaadó viszonyban, sem egy egyén társadalom viszonyban. Közép-hosszú távon ez nem működik. Úgyhogy számomra természetes volt az, hogy abból a sok jóból, amiért én egyébként nagyon sokat dolgoztam, de persze szerencse is szerepet játszott, abból
vissza tudjak adni. Az egyik. A másik, hogy nincsen itt, de úgy volt, hogy itt lesz egy fantasztikus ember, Barabási Albert Lászlónak hívják, és neki a harmadik könyve az a siker tudományáról szól. Az a címe, hogy a képlet. És ebben a nem mérhető sikereknek a kritériumait mondja, és az én életem abszolút ezt igazolja. Ugye, amiket mond, az a teljesítmény, az előző sikerre való építkezés, a hálózat, a csapat vagy csapatok, és a szerencse, és a szerencse az azt jelenti, hogy az élet által adott lehetőségeket meglátni és megragadni. Abszolút ezt látom én a saját életemben is. És a harmadik az az, hogy ha megkérdezik, hogy ennek a most már 19 éve történt váltásnak mi a legnagyobb tanulság, akkor az egyik az az, hogyha itt van az érzelem, és itt van az értelem, akkor sajnos a politika az itt van, és akkor sem mozdul az értelem felé, mikor válság van. Az üzleti világ meg valahol itt van. És én azt tanultam meg, hogy akkor lehet sikeres az ember, hogyha középen van. Tehát ma ahhoz, hogy egy vállalathoz elmenjen valaki dolgozni, ahhoz annak coolnak kell lenni, ahhoz annak szerethetőnek kell lenni, ahhoz annak felelősnek kell lenni. Ezek érzelmekről szólnak. És az üzleti világ mozdul is ebbe az irányba. A politika még nem nagyon. És ez volt az, ami miatt én, amikor úgy gondoltam, hogy üzleti világ, 40 évesen visszavonulok, és akkor adok vissza, és akkor Mosoly Alapítvány, Bátortábor, Common Purpose, Zeneakadémia, TÉT. Megint váltottam egyet, és pár éve visszamentem valamennyire az üzleti világba, mert azt tanultam meg, hogy ez egy. Tehát nem arról szól, hogy cégként sikeres vagyok, és adok vissza, hanem arról szól, hogy felelősen működök. Arról szól, hogy egy alapítványnak pont úgy kell működnie, mint egy tőzsdén jegyzett részvénytársának. A Bátortábornak van stratégiája, van menedzsmentje, az ügyvezető igazgató a Google Európánál dolgozott Londonban, és 33 évesen most a Bátortábor ügyvezető igazgatója. A Deloitte auditálja, transzparens, brandet épít. Egyetlen egy különbség van, hogy nem abban mérjük a sikert, hogy mennyi a profit, hanem hogy hány gyerek életét változtatjuk meg. De egyébként tök ugyanaz. És a TÉT Múzeum is pontosan ugyanígy működik. Profi módon brandet épít, üzletileg sikeresen, és az érzelmekre hatva is sikeresen. És az, hogy ez a világ ez egyébként ez mennyire változik, azt meglátva én elmentem, azt hiszem 7 vagy 8 éve ezelőtt a Singularity University-re, és a digitális világba beleástam magam, és azóta erről szoktam előadásokat tartani a világ különböző területein, meg startupokba is beszoktam szállni, hogyha olyan, amiben hiszek, és olyan a csapat, amiben hiszek, mert mindig azon múlik, a kultúrán és a csapaton múlik, hogy ez tud-e működni. És jellemzően egyébként amerikai startupokba fektettem be, és hogy miért amerikai startupokba fektettem be, az azért, mert a hibázás kultúrája Amerikában az tökéletes. Ha nem mentél csődbe, még nem vagy ember. Hogyha nem mentél, még csődbe nem vagy ember. Tehát, hogy egyszerűen a hibázás az fontos, avval szembe kell nézni, és azt korrigálni kell. Egy iterációs folyamat. És hogy mi is az, ami zajlik ebben a világban, azt arról fogok egy kicsit beszélni, és rajzolni is. De előtte szeretnék két dolgot mondani. Az első az tulajdonképpen egy kérdés. Itt van a kezemben, tegyük fel, hogy itt van a kezemben egy A4-es lap. És ezt fogom és félbehajtom. És tegyük fel, hogy még 50-szer félbehajtom. Amit nem fog tudni megcsinálni, mert olyan kicsi lesz, hogy már nem tudom hajtogatni félbe. És a kérdés az, hogy 51 félbehajtás után ennek az A4-es lapnak a magassága, vagy a vastagsága, az magasabb lesz-e, mint ez a flipchart. Ki gondolja azt, nehezen látom, de azért valamennyi látni, ki gondolja azt, hogy magasabb lesz? És ki gondolja azt, hogy magasabb lesz, mint a mennyezet? Nem rossz.
én általában vállalatok vezetőinek szoktam előadni, és 95% azt mondja, hogy nem. És a válasz az, hogy az A4-es labból 51 hajtogatás után, félbehajtás után 200 millió kilométer lesz. Majdnem kétszer a Föld naptávolság. Mert az A4-es lapnak a vastagsága az 0,1 mm, de az első hajtogatásnál 0,2 lesz. Következőnél 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, és így tovább. A 23. hajtogatásnál lesz több mint 800 méter, a 30. hajtogatásnál lesz 100 kilométer, a 42-nél lesz a Föld holdtávolság, és az 51-nél lesz több, mint a Föld naptávolság. Ez az exponenciális változás, és mi lineárisan gondolkozunk. A másik az Desmond Tutu, dél-afrikai érseke, és prostatarákja van, előrehaladott prostatarákja van, és meghívta a barátait, hogy még elmenjenek hozzá, és a kínai kormány elérte, hogy a Dalai Láma, aki nagyon jobban van, nem kapott beutazási vízumot. És annyira dős volt a Desmond Tutu, meg annyira vágyott arra, hogy még találkozzon a Dalai Lámával, hogy végül úgy döntött, hogy elment egy hétre Indiába a Dalai Lámához, és beszélgettek. És ez dokumentálva lett, ott volt még egy harmadik személy is, és ebből készült egy könyv. És ennek a könyvnek az a címe, hogy az öröm könyve. És arról szól, hogy mi az, ami akadályozza, hogy megtaláljuk az örömöt. Kapcsiság, irítség, mások. És mi az, ami kell ahhoz, hogy megtaláljuk az örömöt. És ezt 8 tényezőben határozták meg, és abból 4 a szív és 4 az agy. És a szív, az a hála, a megbocsátás, a nagyvonalúság és a szolidaritás. Az agy, az alázat, az elfogadás, a humor, hogy mindennek lássuk a fonákját, és a megfelelő perspektívával való látás. És én azt tapasztalom, amikor itt előadok, vagy egyszerűen csak járom a világot, vagy itthon vagyok, hogy nagyon kevés ember látja ezt a digitális forradalomnak a megfelelő perspektívával. Mindenkinek van egy saját élménye, de kevesen látják a megfelelő perspektívából. Kevesen veszik azt a helikoptert, hogy kellő magasra menjenek. Úgyhogy próbáljuk meg ezt egy picit egy ábrával megmutatni. Ez az exponenciális változás, amiről beszéltünk, és az fontos látni, hogy 1965-ben Gordon Moore, aki a Fairchild Semiconductorsnak volt az alapítója, és aztán később az Intelnek lett az egyik alapítója, azt mondta, hogy a chipeknek a kicsit leegyszerűsítve, hogy a chipeknek a kapacitása ez azt mondta, hogy évente, aztán 10 év múlva módosította, hogy 2 évente, de csak induljunk abból, hogy 1965 óta 2 évente megduplázódik. Az ugyanaz, mint a vastagság, amiről beszéltük. 1965 óta, több technológiai váltás volt, a csipek kapacitása 2 évente megduplázódott. Tehát mindenki, vagy minden, és mindenki, ami digitalizálódik, az ezen a folyamaton, ezen a görbén van rajta. És mi lineárisan gondolkozunk. Tehát az első lényeges, az exponenciális görbe, és ez, amit én beszélni fogok, ezt úgy hívják, hogy 6D-s. 6D-s mondja. Az első D az a digitalizáció, amit mondtam. A második D az, hogy ennek a exponenciális görbének az elején a meredeksége az kisebb, mint a lineáris. És ez megtévesztő. Deceptive, ez a második D. És hogy mennyire deceptive, arra mondok egy példát. A Kodaknak a mérnöke találta ki a digitális fényképezőgépet. És nem tudom pontosan a számokat, csak a trendet tudom. Az első évben eladtak 5000-et, aztán 10000-et, aztán 20000-et, aztán 40000-et, és nem azt látták, hogy duplázódik, és ezen a görbén van rajta, hanem azt látták lineáris gondolkozásra, hogy egy kis piac. Evel nem érdemes foglalkozni, és ma nincs Kodak. De mindenki digitális fényképezőgépet használ. Lehet mondani más célket? Nokia.
telefonja. Nem vette észre, hogy már a számítógép, ami a kezünkben. És így tovább, Blockbuster. És még egy nagyon sok céget lehet mondani, hogy ma is vannak csomó, aki ezt nem látja. Tehát az első D, digitalizáció, a második D, ez, hogy ez deceptive. A harmadik meg az, hogy amikor átmegy, metzi a lineáris vonalat, onnantól fogva disruptive, szétveri a meglévő piacot. Szétverte a zeneiparban, szétverte a médiában, szétverte egy csomó területen, és egy csomó terület valahol itt tart. És azt nagyon fontos látni, hogy szabályozással ezt megakadályozni nem lehet, csak eltolni lehet, közelebb hozni, vagy hátrébb vinni. Mondok egy példát, Göteborg városa engedélyezett 100 vezető nélküli autót 50 kilométeres körzetben. Ez azt jelenti, hogy a Volvo-t fogja tartani a fejlesztési tevékenységét. Ha ugyanezt Esztergom, vagy Kecskemét, vagy Győr megtenné, akkor ez jót tenne azoknak, vagy hol is van, Debrecenben lesz a BMW? Igen. Az jót tenne azoknak a gyáraknak. Tehát szabályoz, vagy pedig lehet azt mondani, hogy betiltom az Ubert. Ezt ebben csak el lehet tolni a dolgot, de megakadályozni az egészet nem lehet. És hogy ez a folyamat, ez ugye 3D-nél tartunk, ez milyen másik folyamatok vagy állomásokon megy át, arra nagyon jó példa a zene. Mert hogy a következő 3D az arról szól, hogy az első az, hogy dematerializálódnak a dolgok. Ugye nekem volt még lemezjátszom, aztán egy CD-m, aztán volt iPodom, és most letöltöm. Dematerializálódott. Ha dematerializálódott, akkor demonetizálódik, hiszen nem fizetek, de fizetek, mivel fizetek, az adataimmal fizetek. És ők monetizálják az adataimat. Tehát dematerializálódik, demonetizálódik, és ha dematerializálódik és demonetizálódik, akkor demokratizálódik, mert mindenki számára elérhetővé válik. A legkorszerűbb fizetési módszer az Fekete-Afrikában van. Tanzániában, Kenyában. Átugrották a csekkrendszert, amit mi is kihagytunk, a bankátutalást és a kártyát, és magyar például lefordítva, a Starbucksban kapott pontjainkkal tudunk a DM-ben fizetni a mobiltelefon segítségével Tanzániában. Mert hogy ebben a folyamatban át lehet ugrani. Vagy a legkorszerűbb a maga rengeteg hibájával, mert hogy egyébként azért azt fontos látni, hogy egy ilyen folyamat az tulajdonképpen alapjában véve az így megy, ha jól történik, tehát iterációs folyamat. Hibázunk és korrigáljuk. A legkorszerűbb digitális infrastruktúra az Indiában van. 1,1 milliárd embernek van 12 számjegyű digitális azonosítója, amit az iriszével és az új lenyomatával tud azonosítani. És ezen keresztül tudott bankszámlát nyitni, és arról tud rendelkezni ezzel. Egyébként ez a főzőolaj támogatási rendszer megreformálásából indult el, és abból vezetett ide, és tele van még problémákkal. Szóval, hogy attól, hogy valaki most köszöni szépen jól van, és a vezető, az nem azt jelenti, hogy holnap is az lesz. Nézzünk erre egy pár példát. Nézzük az autóipart. Én ültem vezető nélküli autóban Kaliforniában, és az a vezető nélküli autó az, amikor 50-nel lehet menni, akkor 50-nel megy, és amikor 70-nel lehet menni, akkor 70-nel megy. Sok millió kilométert mentek ezek a vezetőnek autók, leginkább a Google-nak a vezetőnek autók, de sok minden mások is csinálják. És azon kívül, az egy eseten kívül, amikor egy Uberes ilyen átalakított autó elütött egy embert, azon kívül nem volt komoly baleset. Na most évente 1,2 millió ember hal meg autóbalesetben egyébként. Jellemzően emberi hibából. Mit jelent az, hogyha egy ilyen vezető nélküli autó elterjednek? És ezek nem majd terjednek el, ezek példaként mondom, hogy Szingapúr 2021-től csak vezető nélküli taxit engedélyez. Tehát, hogy ezek itt vannak. Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy nem lesz baleset.
Akkor mit jelent a biztosítás szempontjából? Kell-e kaszkó? Jelenti azt, hogy nem kell, hogy legyen autónk, hanem értünk, jön a vezetőnök autó, reggel 7-kor el akarunk menni, elvisz valahova, és letesz, aztán amikor kell, akkor újból értünk, jön. Kell-e parkolóhely? Kell-e ennyi parkolóhely? Kell-e ennyi autó? Nem kell. Los Angeles területének jelentős része parkolóhely. Mit jelent ez Los Angeles jövője szempontjából? Hogyha egy ilyen vezető nélkül autóban, amiben ma még a szabályozás azt mondja, jellemzően már van egy-két kivétel, hogy ott kell ülni a volánnál, de már van, ahol nem kell, de ez csak időkérdése, hogy ne kelljen. Lehet reggelizni, tusolni, dolgozni, szeretkezni, amit szeretnénk, akkor mi lesz a fontos? Az lesz a fontos, hogy mennyi ide a gyors sofőr 100 kilométerre, vagy hogy hogy érzem magam ott abban az autóban? És hogy tudok benne dolgozni? És hogy tudok benne zenét hallgatni? És hogyha az lesz, szerintem ez lesz a fontos. És ha ez lesz a fontos, akkor ki lesz a győztes? A Volkswagen vagy az Apple ebben a versenyben? Tehát olyan mértékű változások jönnek ennek kapcsán, vagy vannak itt, és jönnek, pontosan ezen a görbén. Én azt gondolom, hogy ez valahol itt tart egyébként. És hogy ki lesz a győztes, nem tudom. Valószínűleg valamilyen fajta közös. Ugye a Tesla példája azt mutatja, hogy nagyon nehéz azért a tömegtermelést megszervezni. Tehát valami fajta közös. Egyik oldalra jövők és a másik oldalra jövők. De az biztos, hogy nem a hardware lesz a lényeg, hanem a szoftver. És az, hogy ki lesz a győztes, arra egyben biztos vagyok. Mert ha megnézzük, hogy a vezető nélkül autó, hogy az ebben ki az, aki messze mindenki előtt van, azt úgy hívják, hogy Waymo. És nem gondolom, hogy sokan hallottatok róla. A Waymo az a Google-nak az a cége, amelyik a vezető nélkül autó szoftverrel foglalkozik. Rengeteg autóban az van benne. Na, ő biztos, hogy győztes lesz. Hogy aztán a Volkswagen, vagy az Apple, vagy mások, azok hogyan, azt nem tudom. És hogyha egyébként ebben az autóban tudok dolgozni, és tudok sok minden más csinálni, akkor kell-e, hogy közel lakjak a munkahelyemhez? Nem biztos, hogy kell. Tehát, hogy egy ilyen változás elképesztő mennyiségű területet változtat meg. Vagy nézzük meg az egészségügyet. Az egészségügy ez egy nagy átverés, hogy úgy hívjuk, hogy egészségügy, mert egyébként ez majd egy betegségügy. Akkor megyünk oda, amikor betegek vagyunk. Hogyha azt mondanánk nektek, hogy ha hajlandók vagytok lenyelni nanocsippet, vagy nanocsippeket, és ezen keresztül a telefonotokra 24 órán keresztül jön a vérnyomás, a glukóz és 15 másik érték folyamatosan is, megy a házi orvosnak, és rögtön lehet látni, hogyha valami eltérés van. Tehát ez tényleg akkor egészségügy lesz. És akkor a fizetendő biztosítási díjnak csak a 10%-át kell fizetni, és a spórolásnak egy részét megtarthatjátok. Akkor ki az, aki lenyelni ezt a nanocsipet? Igen, mindenki. Így van. Van, aki már lenyelte, mert van egy hallókészüléke, van egy pacemakere. De hogy ez van, és ez jön. Nekem a kezemben volt egy kütyű, amelyikkel beszkenneltem volna, ha lett volna, egy valamilyen piros folt a bőrömön. És ez egy $2 kütyű, és ez elmegy a beszkennen, és elmegy a mesterséges intelligenciához. És visszajön a válasz fél perc múlva, hogy maradjak otthon 3 napig, és nem kell csinálni semmit. Miért jó ez? Azért jó, mert a bőrgyógyász abból tanul, hogy nagyon sok ilyen piros pöttyöt lát. A mesterséges intelligencia milliószor több piros pöttyöt lát. Tehát nagy valószínűséggel jobb választ ad, mint a bőrgyógyászok nagy része, ingyen, vagyis nem ingyen, az adatainkkal fizetve, és fél perc alatt megjön a válasz. Minden, ami algoritmus, az
veszélyeztetve van. De nem azt kell elképzelni, hogy most arról szól a dolog, hogy jön a mesterséges intelligencia, és akkor az ügyvédi munka 80%-át és az orvosi munka 80%-át kiváltja először. Mert ugyan kivált sok minden, de egyébként hosszú ideig, vagy valamennyi ideig az embernek a segítségére fog szolgálni. A kérdés az az, hogy amit tudunk, és az a képzés, amit kapunk, az megfelelő erre. Hogy azok a kompetenciáink, ami a miénk, azok alkalmasak erre. Hogy tudunk-e csapatban működni, hogy tudunk-e kritikailag gondolkodni, hogy tudunk-e kreatívak, hogy kreatívak vagyunk-e, hogy tudunk-e megfelelő módon kommunikálni, hogy hibázni, bátrak vagyunk-e, hogy hibázzunk, és avval rögtön szembenézzük és korrigáljuk. Ezek azok, amik 21. században szükségesek. Akkor lesz sok munka és munkahely. Ha memoritelként meg kell tanulni Batthyány János életrajzát, az ebben a világban nem feltétlenül szükséges. Hiszen ott van a Google Glass, vagy ott van a HoloLens, vagy egy csomó minden másik termék, amivel ránézünk Batthyány János képére, és megjelenik előtte az önéletrajz. Tehát ami az általános műveltséghez szükséges, az kell, másra sokkal kevésbé. És én nem azt akarom mondani, hogy ez a világ, ez valami fantasztikus, mert tele van kihívásokkal, mert minden jóban mellett mindig ott van a veszély. Tele van kihívásokkal, de alapjában véve az, hogy ebből mi jön, és milyen irányba megy, és mekkora válságok kellenek ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy nekünk is változni kell, és nekünk is felelősségünk van, az alapjában rajtunk múlik. Végére két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy amikor én erről beszélni szoktam, akkor háromfajta arcot szoktam látni. A halálfélelmet, a leesik az álla, és a csillog a szeme. Most a szemem világít, hogyha nem látom, de meggyőződésem, hogy sok csillogó szemét látom. És akkor én azt szoktam mondani, hogy én azt tudom javasolni, hogy mindenki gondoljon a légyre. Arra a légyre, ami berepült egy cukrászdának a konyhájába, nem tudom, melyik cukrászda volt, berepült egy cukrászdának a konyhájába, és beleesett a vaníliásségbe. És nagy szárnycsapásra próbált kikászálódni, és sikerült neki, és a hülye légy tovább repült, és beleesett a csokoládéségbe, és kampec. És kérdés, hogy mi ebből a tanulság? És a tanulság az, hogy soha ne essünk kétségbe. Köszönöm szépen. A másik, amit szeretnék mondani, az nem egy poém. Az az, hogy amikor ezt a világot elképzeljük, hogy ez hogyan működik, akkor én azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy ez olyan, mint az applikáció. Ha megnézzük az applikációkat, akkor mikor kapjuk meg? Akkor kapjuk meg, amikor tökéletes? Nem. Akkor kapjuk meg, amikor MVP, ami azt jelenti, hogy minimum viable product. Kellően jó, hogy már letölt, már megkaphatjuk, és aztán két hetente kapjuk a korrekciót. És folyamatosan van benne hiba, és vagy változik a világ, meg vagy a közönség, vagy az ügyfélkör jelzi a hibákat, úgy történnek a változások. Úgyhogy sok jó hibázást, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.